Sziasztok, itt újra ezt után. Már régen nem tartottam viccekte, úgyhogy most megint folytatjuk még több újra, amit magam is kitaláltam. Úgyhogy... Hogy nevezik a buta kutyát? Kuta. Tudok, kuta. Egy történelmi kérdés, amit Móczkának tesznek fel. Amikor szóbeliben felel. A tanár felteszi a kérdést. Hogy nevezik a második András által az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott és függőpecséte ellátott király okiratot? Móczka elbizonytalanodik, mert tudja, hogy aranyjal kezdődik. Hát úgy mondja. Arany... Tudom, hogy aranyjal kezdődik. Megvan! Arany hulla! Hogy hívják az indiai ős... indiai lakosságot? Indiának! Így fontos megjegyzés erről. Aki ilyen választ mer adni, az annyira buta, mint Kolumbusz Kristóf. Ezt jegyezzétek meg. Még egy Móczkás viccet tartom ki. Móczka egyik barátja megkérdezi, hogy ismered Majka papa számait? Móczka válasza, igen. Barátja megkérdezi, és mi a kedvenc számot tőle? Móczka válasza pedig... Hát... A címe, ha jól tudom, Tündi Büdi. Hogy válik... egy ember tűvé. Ha elbújik a szénakazalban. Erre mondják, hogy megtaláltam a tűt a szénakazalban. Mit mond egy angol férfi, amikor a férfi szerelme elhagyja őt? Gay over. Meg tudok még egy ehhez hasonlót. Mit mondana egy kutyatréner, ha a kutyája a gazdája ellen fordul? Tame over. Ez most a következő eléggé összeesztek tőle zavarodva. Ez egy Assassin's Creed féle vicc. Főleg azok számára, akik játszották az Assassin's Creed Brotherhoodot. De ez történelmi vicc is. Történelmből felteszik a kérdést, hogy hogyan halt meg, vagy Móczkától teszik fel a kérdést, hogyan halt meg Cesare Borgia? Mi erre Móczka válasza? 1507-ben Viana ostrománál halt meg, Ezio Auditore da Firenze ölte meg. Erről van egy fontos megjegyzésem. Assassin's Creed-en vannak bizonyos történelmi dolgok, amik igaznak számítanak, például, hogy Francesco de Pazia de Medici életére tő, és az egyik testvért megélte, az igaz története. És hogy Cesare Borgia VI. Sándor pápa fia volt, az is igaz. De amit most mondtam, azt nem is szabad megemlíteni a történelemben, mert még a Wikipédián sem említik meg. Meg ott nincs is szó az Éden almájáról. Tehát aki ilyet válaszol a tanárnak, az bizonyítja, hogy az Assassin's Creed-et játszotta. Hogy hívják a megfagyott csalót? Hókler. Értitek? Hó plusz Kókler. Hogy nevezik a ronda kocsit? Honda. Mi a WC papír vagy a toalett papírnak a legviccesebb szinonimája? A válaszom büdi papír. Nem a szoró papír, mert az inkább káromkodás.
A következő egy Pokémon vicce, de csak azok tudják erre a választ, akik a Pokémon nézték a 10. évad és a 13. évad között. Mikor vicces, amikor Dawn ideges? Ha Didinek csúfolják. Aki nem tudná, annak elmagyarázom. Azért csúfolták Didinek, mert igazából nem sokan tudnátok ezt, mert angol szinkronal volt ez a 13. évadból. Miszerint mikor az Ovi és osztálytársai megtudták, hogy gyémánton csillogott a korpája, hát Kenny úgy döntött, hogy úgy szólítja, hogy gyémánt korpa, vagy röviden Didi. És erre osztálytársai mind kinevették őt a gyémánt korpája miatt, amit Plusul és Minun okozott neki. És én is rögtem ezen. És még egy dolgot tudok, hogy japánul úgy hívják Dawnt, hogy Hikari, és a csúf neve akkor Pikari. Oké. Okay. Egy hazug ember vicce. Morcka azt mondja, hogy épített egy hóembert. Az anyja erre lehazugozza. Tudjátok miért? Mert július van. Az orvosi egyetemen felteszik egy buta diáktól kérdést. Mi az a szénanáta? Mi a buta diák válasza erre? Egy betegség, ami a legjobb reakciót vár ki akkor, amikor megszagol a szénát. Ez is emiatt allergiás össze a szénára. Vagy esetleg úgy is mondhatom a választ, hogy betegség azok számára, akik allergiások a szénára. Hogyan válik egy firka sárkánnyá? Halánkra kap a csilitől. Egy közmondás. Mit szokás mondani akkor, amikor kezet fognak egymással, miközben egyetértenek egy ajánlatban? Itt a kezem, nem malacláb! Miért nem tud egy kutya táncolni? Azért, mert két bal lábas. Munka után hogyan fizetnek ki egy rendőrkutyát? Egy papírpészt adnak a szájába. Tudna egy halloweeni szörny matekozni? Nem. Ha csak nem számított bele Draculát. És még az utolsó egy Goofy vicc. Miért Goofy a Mickey Gear klubjának legrosszabb alkalmazottja? Mert két balkezes. Legalábbis azt szó szerint veszitek. Jó van, már Kopkop vicce, fejezzük is be. Kopkop, ki az? Hóember. Jó van. Ne felejtsétek el feliratkozni, ha tetszett. Jó, hogy hogyan fogom be? Milyen viccet mondok, azt majd eldöntöm később is. Hogy angol viccet fogok-e csinálni, azt még nem tudom. Úgyhogy addig is búcsúzom. Sziasztok!